Ez a videó csak is oktatási céllal jött létre, nem minősül semmilyen befektetési tanácsnak. Kérlek, olvasd el a teljes kockázati figyelmeztetést, mielőtt megnézed ezt a videót. A hétfő, akkor heti piaci körkép, ma is jelentkezem szokásos piacelemzős videómmal. Első lépésként átnézzük a Forex Factory oldalán a legfontosabb híreket, aztán átmegyünk a csártokra. Ott viszont ma csak azokra koncentrálnék jobban, ahol érdemes lesz figyelni a héten, mert jó setupok alakultak ki. A többi devizát azt inkább csak átlapoznám, és megemlíteném a legfontosabbakat az adott párról. Mielőtt belevágnék a mai programba, gondoltam szólok pár szót a múlt hét eseményeiről. Elég izgalmas hetet zártunk, ugye ebből 2 napot sikerült daytrade-elnem is, ami elég fárasztó volt, viszont elég szép profittal tudtam zárni a hetet. Viszont ez meggyőzött ez a 2 nap arról, hogy a daytrade az nem mindenkinek való, és elég fárasztó tud lenni, elég sok időt kell a gép előtt tölteni, úgyhogy inkább visszatérek a szokásos menetrendemhez, és inkább a nagyobb idősíkok felé hajlok, de ez nem jelenti azt, hogy esetleg nem fordulhat elő 1-2 nap, hogy esetleg, hogyha jó setupok alakulnak ki, akkor egy kis rövid daytrade-re beugorjak. Nem is húznám tovább az időt, vágjunk is bele. Itt vagyunk a Forex Factory oldalán, és a hétfő napot nézve elég szép mennyiségben jött ki adat a délelőtti órákban. Ezek között volt eurós hír, és a délutáni órákra pedig kanadai hírek várhatók első körben. Piros betűs hírek nem jöttek, úgyhogy nagy mozgásokra lehet, hogy nem kell számítani a mai nap folyamán, és akkor tovább is görgetünk a keddi napra, ott viszont már érdemes lesz figyelni a hajnali órákban, mert lesznek japán jen hírek is, aztán ausztrál dollár hírek, itt lesz piros hír is, tehát ez fontos adatok lesznek. Délelőtti órákban pedig a CHF és az EUR párokra lesz majd érdemes koncentrálni, a délutáni órákban pedig még lesz Kanada és USA dollár, ezekre érdemes lesz figyelni, tehát a keddi napon már jöhetnek piros hírek, tehát mindenképp kedden megvárnám a napos gyertyák zárását. A keddi napot elnéző adatokból sem lesz hiány, tehát mozgalmas napnak nézhetünk elébe, aztán, hogy tovább görgetünk a szerdai napra, ott hajnalban GDP adatok jönnek ki, ausztrál dollár páron, ez fontos hír lesz, ezekre érdemes lesz figyelni majd, és aztán a délelőtti órák pedig az eurós párokról és a GBP párokról fog szólni, este pedig lesz pár fontosabb USA dollár hír is. A múltbéli tapasztalataim alapján általában a szerdai és a csütörtöki napok szoktak erősebbek lenni, itt is lesznek most fontos hírek, úgyhogy a csütörtöki napot átnézve rengeteg adat fog kijönni, és a délutáni órákban fontos USA dollár hírek is lesznek, tehát itt megint megvárnám biztos a napos gyertyák zárását, a délelőtti órák pedig az eurós párokról fognak szólni, hajnalban viszont lesz egy-két AUD és NZD pár vonatkozó hír is, tehát egy elég mozgalmas csütörtöki napnak nézhetünk elébe, érdemes óvatosan kereskedni, itt a hajnali órákban semmiképp nem kötnék már ausztrál dollár párokat, megvárnám mindenképp, hogy záruljanak a napos gyertyák, és a pénteki nap lesz igazán izgalmas, ugye minden hónap első péntekén NFP nap van, tehát előfordulhat az is, hogy itt a csütörtöki szerdai napokon lehet, hogy nem is lesznek nagy történések, mert ki fognak várni a piacok erre a hírre, és lehet, hogy teljesen leáll az egész piac, rengeteg szó volt már erre példa, de meglátjuk majd, mit hoznak ezek a hírek, úgyhogy röviden ennyi a hét történése, itt a pénteki nap lesz igazából izgalmas, meglátjuk, hogy a dollárt ki tudja mozdítani a jelenlegi állapotából, és merre tud majd elindulni az árfolyam. Az elti híreket elnézve a héten sem fogunk unatkozni, úgyhogy mindjárt át is megyünk a csártokra, és kezdünk az USA dollár indexel. Itt vagyunk az USA dollár index 7-es csártyán, és jól látható, hogy már lassan 4. hete nem nagyon történik itt semmi. Volt egy utolsó legmélyebb 7-es gyertyánk, annak a legmagasabb pontja, és a tavalyi év legmélyebb pontja közé van tulajdonképpen beszorulva jelenleg az árfolyam, és ugye a pénteki adatoknak köszönhetően lehet, hogy elindul majd az árfolyam vagy felfelé, vagy lefelé. Ugye én már régóta várom, hogy ezt az utolsó legmélyebb pontot még megcsinálja. Meglátjuk, hogy a pénteki hírek mennyire fogják megmozgatni a dollár árfolyamát, és hogy melyik irányba fog esetleg elindulni. Amíg nincsenek itt momentum gyertyák, addig itt nincs értelme túl sokat időzni. Úgyhogy megyünk is tovább a dollár párokra. Ma nagyon mély elemzésekben nem szeretnék belemenni, mert nagyon nagy változások nem lesznek a múlt héthez képest, egy-két devizapáron lesznek jó lehetőségek, és inkább azoknál szeretnék egy kicsit többet elidőzni. Jó, első körben jöjjenek az USA dollár párok, ezen belül is a GBP-USD-vel kezdünk. Itt vagyunk a 7-es csárton, és jól látható, hogy itt ezeknek a szinteknek a környékén volt nagyon jó belépő pár héttel ezelőtt, és aki itt be tudott lépni, az egy nagyon szép menetet tudott itt elkapni. Itt most egyelőre nem bántanám a piacot, viszont a céláram még itt van, tehát ezt még szeretném, hogyha mindenképp megcsinálna az árfolyam, és semmi más nem csinálok itt, mint most azt látható, hogy volt egy utolsó legmagasabb 7-es gyertyám, és ennek a szintjét húztam be, és amíg ezek a szintek nem törnek lefelé, addig itt ugye nem gondolkozunk shortban, semmi más nem csinálok,
mint követem a piaci mozgásokat, és első körben eddig a célárig várnám el majd az árfolyamot, hogy ezt milyen módon fogja megtenni, hogy lesz-e még visszatesz, vagy esetleg alá is jön ennek a szintnek, azt nem tudom egyelőre megmondani. Ilyenkor érdemes lemenni a kisebb idősíkokra, és ott figyelni, hogy itt ezeknek a szinteknek a környékén mi történik. Megyünk is tovább a következő devizapár, ami nem más, mint az Euro-USD. Itt is a hetes csárton vagyunk, és jól látható, hogy volt egy utolsó legmélyebb pontú, és most már lassan két hónapja szépen arra szolgált felfelé az árfolyam, és megcsinálta azt az elsődleges célárat, amit mindig szoktam mondani, hogy az utolsó legmagasabb hetes gyertya a legmélyebb pontja, és az utolsó legmélyebb hetes gyertya a legmagasabb pontja közötti távolságot szépen meg is csinálta. Itt már, most már több hete van egy kis elbizonytalanodás, itt megtorpant az árfolyam, megnézzük, hogy megyünk tovább. Következő célár az tulajdonképpen a tavalyi év legmagasabb pontja lesz, és meglátjuk, hogy lesz-e benne elég kraft itt a pénteki adatoknak köszönhetően, esetleg megyünk tovább és megcsináljuk a 3 évvel ezelőtti szintet. Mivel itt hosszú távú belépésre jó lehetőséget egyelőre nem látok, ezért megyünk is tovább a következő párra, az NZD-USD-re. Na ez már egy izgalmasabb téma, itt vagyunk a hetes csárton, rengeteget töltött ezen a szinten az árfolyam, a tavalyi év legmagasabb pontján, és itt volt egy utolsó legmagasabb hetes gyertyánk, és annak a legmélyebb pontját is behúztam, és jól látható, hogy hosszú idő után nagyon szépen csinált ide egy fordulós alakzatot, és a két szint fölé zárt az árfolyam. Én itt megelőgeztem egy kicsi pozícióval, egy belépőt, hetes gyertyán beléptem, és meglátjuk, hogy mennyire lesz igazam. Elsődleges célár a 3 évvel ezelőtti szint lesz, és megnézzük, hogy megyünk-e tovább. Ez egy nagyon szép fordulós gyertya, én ezeket szeretem, úgyhogy ezért fontos, hogy a hetes csárton maradjunk, mert itt jól látszik, hogy mi is történik a piacokon, és amíg ezek a fordulós gyertyák itt nem történnek meg, addig nincs értelme kereskedni. Mielőtt tovább mennék, még egy gondolat ehhez a devizapárhoz. Ugye a múlt heti piacelemzős videómban arról beszéltem, hogy itt kialakult egy utolsó legmagasabb hetes gyertya, tehát semmi más nem csinálok, mint ezt a mozgást követem felfelé, és amíg az utolsó legmagasabb gyertyának a legmélyebb pontjai nem sérülnek lefelé, addig nem gondolkoznék semmiképp shortban, és a hétvégén nagyon szépen megjött az a gyertya, ami mutatja magát, hogy nagy eséllyel felfelé akar menni az árfolyam. Itt két dolgot lehet tenni, vagy vasárnap, amikor megnyit a piac, belépünk a hetes gyertyában, és hagyjuk, hogy tegye a dolgát a piac, és lehet, hogy lebegőben leszünk egy darabig mínuszban, vagy pedig megvárunk egy visszatesztet, lemegyünk a kisebb idősíkra, és ott finomítjuk a belépőket. Mindenki el tudja dönteni, hogy melyiket bírja könnyebben lelkileg és mentálisan. Én itt most megelőlegeztem egy kis pozíciót, úgyhogy megnézzük, hogy ezt megcsinálja a következő időszakban ezt a céláramat. Ez az egyik olyan devizapár, amire szerettem volna mindenki felhívni a figyelmet, hogy egy nagyon szép formáció alakult itt ki, ezt ilyenkor meg lehet itt jelölni, és amikor végiglapozod esténként a devizapárokat, akkor tudod azt, hogy melyik devizapáron érdemes esetleg figyelni, és ott időben reagálni, akár kisebb idősíkon belépéseket finomítani. Mehetünk is tovább a következő párra, ami nem más, mint az ausztrál dollár, USA dollár. Itt is a hetes csárton vagyunk, és jól látható, hogy a tavaly év legmagasabb pontján táncol már az árfolyam több hónapja, nem tudta átvinni ezt még szignifikánsan, és hiába volt itt egy komoly erős gyertya, 4 héttel ezelőtti momentum gyertya, igazából nem tudott elindulni az árfolyam, 3 hét visszateszt után most újra próbálkozik felfelé az árfolyam, és ezt a hetes szintemet még nem tudta szignifikánsan lefelé áttörni, tehát jó eséllyel mehetünk újra felfelé. Mindenképp megvárnám itt, hogy ez a hetes gyertya a szint fölött zárjon, tehát a tavalyi év legmagasabb pontja fölött zárjon. Ugye itt van egy trendvonalunk, itt ez egy hold zóna, itt megvárnám, hogy kitombolja magát az árfolyam, és akkor utána mehetünk a következő szintre, ami itt a következő szint, a 3 évvel ezelőtti szint, tehát jó eséllyel, itt ez még egy jó hozamkockázatú kereskedés lehet, hogyha itt el tud indulni az árfolyam. A héten, mivel jönnek ki több alkalommal is fontos adatok ausztrál dollárpáron, ezért érdemes lesz figyelni erre a párra is, akár ezt is meg lehet jelölni, hogy itt elindulhattak a folyamatok. Ezzel a dollárpárokon végeztünk ki, és mehetünk tovább a japán párokra, első körben USA dollár japán. Jól látható, itt is egy nagyon szép kis setup alakult ki a múlt héten, tehát a hétvégén, és előtte a piacelemzős videómban arról beszéltem, hogy vagy jövünk lefelé még egy menetre ABCD alakzatban, vagy pedig megyünk felfelé, és ezt nagyon szépen meg is mutatta a heti záró gyertyában, hogy úgy néz ki, hogy felfelé akar menni, hogy egy hosszú távú trendben vagyunk, és ahogy mondtam, itt van a céláram, tehát ezt a sávot még nem értük el, tehát ez egy jó kis visszateszt volt, és hol keresek mindig belépőket, ugye a visszateszten diszkontáron próbálok jó áron belépni, és most itt érdemes lesz figyelni,
Tehát ilyenkor, amikor kialakulnak ezek a szép hetes morobazus gyertyák, áttörte az előző utolsó legmagasabb hetes gyertya legmélyebb pontját, ilyenkor egyszerűen csak fogom és lemegyek a napos szintre, és keresek szép visszateszteket. Ugye itt önmagában a gyertya az nem jelenti azt, hogy azonnal el is indulunk felfelé, tehát itt mindenképp érdemes a kisebb idősíkra váltani, mindjárt le is megyünk és megnézzük, hogy ott milyen szenárió alakult ki. Tehát jól látható, hogy itt mindig azt várom el, hogy alakuljon ki egy visszateszt, ez a szint alá már ne jöjjön az árfolyam egy napos gyertyában, és utána át szoktam helyezni ezt az utolsó legmagasabb csúcsra, kialakított egy újabb csúcsot, ez itt a hold zónám, és itt ebből a sávból, hogyha ki tud törni újra felfelé az árfolyam, akkor mehetünk a következő szintre. Tehát itt ilyenkor érdemes leváltani a kisebb idősíkra, naposra, és itt megvárni, hogy itt mi történik, és amíg nem lesznek itt piros-piros, utána egy zöld fordulós gyertya, és szint fölött tudunk maradni, testtel, akkor jó eséllyel el tudunk menni felfelé. Tehát ez egy szép, tiszta csárt egyelőre, és úgy néz ki, hogy maradunk a szint fölött, akkor ez egy jó kereskedés lehet a hosszú távon. Tehát ezt is mindenképp megjegyezném és megjelölném. Tehát az USA dollár japán jenpára érdemes lesz figyelni itt a következő napokban. Ezért is szeretem ezeket a hetes csártokat, mert itt nagyon szépen látszik, hogy mikor érdemes figyelni egyáltalán a piacra, hol érdemes figyelni, és amíg ezek a szintek nem törnek, addig itt nincs dolgunk, itt több héten keresztül csak oldozott az árfolyam, és nagyon szépen látható, hogy mennyire tisztelte ezt az árfolyam szintet, és teste már egyszer se tudta átvinni, és itt jönnek meg ezek a momentum gyertyák, amíg ezek nem jelennek meg, egyszerűen csak tovább lapozok és megyek tovább. És megyünk is tovább a következő devizapárra, ami nem más, mint a GBP japán jen. Gyönyörű, nagy felmenetben van az árfolyam. Itt korábban volt a belépő, több hónapja fut az árfolyam, majd áttörte a két éves szintet, visszatesztelte, és itt voltak a szép fordulós gyertyák, hetes gyertyák. Tehát itt, aki ezeknek a szinteknek a környékén nem lépett be, az lemaradt a következő menetről, pedig időbe szóltam, és nem sokára megcsinálja a 3 évvel ezelőtti szintünket. Itt be van húzva az utolsó legmagasabb gyertyának a legmélyebb pontja, és semmi más nem teszek, csak követem az árfolyamot, és amíg ezek a szintek nem sérülnek lefelé, addig én nem szándékozok kilépni. Itt megnézzük, hogy ennek a szintnek a környékén mi fog történni, hogy átviszi-e testtel morubazus gyertyába, vagy pedig esetleg egy kanócos gyertyát csinál és visszarántják. Ennek megfelelően majd meg fogom hozni a döntéseimet, de egyelőre még nincs okom a kiszállásra. És jól látható, hogy még a GBP japán jennél már nem nagyon van jó kereskedési lehetőség, addig az USA dollár japán jenben még van menet felfelé, tehát ott érdemes esetleg első körben gondolkozni, úgyhogy megyünk is tovább a következő devizapárra. Ami nem más, mint az euró japán jen. Itt is egy nagyon nagy menetben vagyunk felfelé, kicsit összép húzom a csártot, hogy jobban látszódjon. Gyönyörű menet van felfelé, és itt is a céláram a 3 évvel ezelőtti szint lesz, de itt mivel nagyon magas szinten vagyunk, itt mindenképp valahol várnék előbb egy visszatesztet, és csak utána lépnék be. Tehát itt megint nincs egy túl jó belépési lehetőségek, úgyhogy itt mindenképp a kivárás időszaka van. Azokat a devizapárkat érdemes keresni, ahol szintörések vannak, ahol visszatesztek vannak, ahol diszkontárak vannak, és csak ott szabad kereskedni. Itt ebben jelenleg nem nagyon van diszkontár, úgyhogy ilyenkor én szoktam magamat, és fogom is tovább lapozok. Nem is nézegetem tovább, mert itt nincs jó belépési lehetőség. Így mehetünk is tovább a következő párra, mégpedig az NZD japán jenre. Ez is egy érdekes szenárió itt. Ugye itt volt egy 2 évvel ezelőtti szakasz, ezen megpihent az árfolyam, és nem nagyon tudott több héten keresztül elindulni, majd elindult az árfolyam, visszatesztelt, és egy újabb fordulós gyertyát csinált, ami azt jelzi, hogy újra fölfelé próbálkozik. Itt esetleg érdemes lesz majd még figyelni, megvárni, hogy ennek a szintnek a környékére mondjuk visszatesztelődjön az árfolyam, vagy megtörténik, vagy nem tudhatom, és akkor a következő célár pedig ez lesz. Ez már nem annyira szép szenárió, mint mondjuk az USA dollár japán jenné, de ettől függetlenül az árfolyam így vagy úgy, itt is el fog menni a következő szintig, erre is érdemes lehet esetleg figyelni, aki szeretné ezt lekereskedni. Így megyünk is tovább az utolsó japán jenpárra, mégpedig az ausztrál dollár japán jenre. Itt is jól látható, hogy volt egy kis fordulós gyertyánk a múlt héten, egy hosszú oldalazás után, egy kis visszateszt után újra fordult az árfolyam, és mivel volt egy utolsó legmagasabb hetes gyertyám, és annak a szintjére ült fel az árfolyam, és itt fordult meg egy zöld gyertyában a múlt héten, ezért itt is érdemes lesz figyelni, mivel itt is van még jó kis távolság a következő céláramig, tehát itt, hogyha elindulhat újra felfelé az árfolyam, akkor ez egy nagyon kis toppal, nagyon jó hozamkockázatú arányú kereskedés lehet, tehát itt már megjött a fordulós gyertya, itt milyenkor mindenképp érdemes lemenni a kisebb idősíkra, és megnézni, hogy ott milyen belépési lehetőségek vannak.
és egyelőre még azt látjuk, hogy ha megnézzük, az utolsó legmagasabb napos gyertya legmélyebb pontja, ezt még nem vitte át, megtesztelte, de még nem vitte át, tehát itt mindenképp figyelnék, ide behúznék akár egy trendvonalat, és itt kell, hogy legyen egy trendvonaltörésem, egy szintörésem, egy marubazus gyertyám, és akkor el lehet indulni felfelé a következő szintre. Tehát ezt is érdemes lesz így megjelölni, hogy ezekre a devizákra itt érdemes lesz figyelni. Tehát a japán yen párok közül ausztrál dollár japán yent és az USA dollár japán yent érdemes lesz figyelni, ezekben még lehetnek jó kereskedési lehetőségek. Most, hogy a japán yen párokat is átnéztük, jöhetnek a CHF párok, azokat is gyorsan végiglapozgatom. Első körben USA dollár CHF. Hetes csárton vagyunk, ugye itt egy esőtrendben van az árfolyam, volt egy nagyon szép felemelkedés, majd aztán visszaereszkedett az árfolyam, és itt több hét oldalazás után csinált egy újabb mélypontot, és az már lefelé egyelőre nem sérült, tehát itt elindulhatunk akár felfelé egy rövid távú kereskedésre, és megnézzük, hogy meddig jut el majd az árfolyam, tehát itt is érdemes lesz majd figyelni, de még mivel egyelőre maga az árfolyam nincs a hetes szint fölött, tehát itt egyelőre nincs is dolgom, úgyhogy én ilyenkor fogom, tovább lapozok és megyek tovább. Megyünk is tovább a következő CHF párra, mégpedig a GBP CHF-re. Jól látható, hogy egy nagyon szép felmenetben van az árfolyam, de közben itt megpihent a tavalyi év legmagasabb pontja, és az utolsó legmagasabb hetes gyertya legmélyebb pontja között van az árfolyam, be van szorulva ennek a két szint közé, de ez nem jelent semmit, ettől függetlenül jó eséllyel ezek a szép zöld gyertyák mutatják, hogy jó esetben elindulhatunk felfelé, és itt is egy nagyon jó hozamkockázatú arányú kereskedésre lehet még számítani, tehát én ezt mindenképp megjelölném, és odafigyelnék a következő időszakban, hogy mikor töri át ezt a tavalyi év szintjét, mert akkor jó eséllyel mehetünk felfelé, és ez is egy jó kis kereskedés lehet. A következő CHF párunk pedig az Euro CHF lesz, itt is hasonló szenárió, tehát egy visszatesztben vagyunk, és a célárunk még egy kicsit odébb van. Jól látható, hogy volt egy utolsó legmagasabb hetes gyertyánk, annak a legmélyebb pontján visszajött az árfolyam a múlt heti hetes gyertyában, de ez még nem jelenti azt, hogy itt még elindult folyamatok vannak, bár itt fölfelé próbálkozik az árfolyam, viszont itt van egy utolsó legmélyebb hetes gyertyám is, tehát itt van egy utolsó legmélyebb hetes gyertyám, amit már megtesztelt, és megvárnám mindenképp, hogy ez a gyertya e fölött a szint fölött zárjon, vagy fölé kerüljön mindenképp, akár napos szinten, majd egy visszateszte, és utána mehetünk felfelé. Tehát itt is érdemes lesz figyelni, megjöttek azok a fordulós gyertyák, ami mutatja azt, hogy újra felfelé próbálkozhat az árfolyam. Én ilyenkor ezeket is szintén meg szoktam jelölni, hogy tudjam azt, hogy melyikben érdemes kereskedni. Hogyha mindegyik CHF pár felfelé próbálkozik, azért nem kötöm be mindegyiket, hanem megnézem, hogy ezek közül a dominánsabb melyik deviza, és hogyha mondjuk a GBP az erősebb, mint az euró, akkor eleve a GBP CHF-en kötöm be, attól függetlenül, hogy itt is egy jó hozamkockázatú kereskedésről lehet számítani, de sokkal lassabban fog elmenni, mert nincs akkora kraft, nincs akkora momentum benne, mint mondjuk a GBP párokba, ezért érdemes ilyenkor átnézni, hogy melyik a dominánsabb, és csak azt kötni be. Az eddig látott CHF párokon jól látható, hogy kialakultak szépen azok a fordulós gyertyák, amik azt sugallják, hogy jó esetben a CHF párok újra elindulhatnak felfelé. Ezek között van az Euro CHF is, de mindjárt átmegyünk az NZD CHF-re és az AU CHF-re, és megnézzük, hogy ott mi a helyzet. Itt is vagyunk az NZD CHF páron, és itt is jól látható az a jó kis fordulós gyertya, amit a múlt héten is említettem már a piacelemzős videómban. Igaz, hogy nem zárt testtel a szint fölé, de jó eséllyel úgy néz ki, hogy felfelé próbálkozik, tehát ez csak egy ilyen fordulós jelzés, hogy jó eséllyel mehetünk újra felfelé, és a tavalyi év és az utolsó legmagasabb hetes gyertya szintjét is próbálja áttörni felfelé, és itt is megelőlegeztem, és beléptem egy kis pozícióval, és megnézzük, hogy meddig fog elmenni, de ugye első körben eddig várnám el, tehát itt is ez egy jó hozamkockázatú kereskedés lehet, tehát az eddigi CF párokat nézve jó eséllyel megjöttek azok a fordulós gyertyák, amik már sugallják azt, hogy itt a következő időszakban újra elindulhat az árfolyam, egy hosszú visszateszt és oldalazás után újra mehetünk tovább, és ugye ez itt megint egy diszkontár, tehát jó eséllyel egy felmenetelből származó diszkont áron be tudunk majd lépni itt ezeknek a szinteknek a környékén, le lehet menni a kisebb idősíkra, és meg lehet várni a napos megerősítő gyertyákat, és aztán be lehet lépni, és mehetünk tovább. Utolsó CHF párként pedig jöjjön az AUD CHF, itt is a hetes csárton vagyunk, itt is korábban volt egy nagyon szép belépőm a sáv alján, ugye mindig itt keresem a belépőket, teljesen mindegy, milyen idősíkról beszélek,
és majdnem megcsinálta a 2 év ezelőtti szint legmagasabb pontját, de onnan visszafordult az árfolyam, és most jelenleg ott tartunk, hogy áttörte a tavalyi év legmagasabb pontját, viszont az utolsó legmagasabb hetes gyertya szintjét most még nem vitte át, tehát itt most még mindenképp figyelnék, amíg ez a szint fölé nem kerül az árfolyam, addig itt nem nagyon kereskednék, megvárnék itt egy nagy gyertyát, hogy a szint fölött zárjon ez a hét, erre jó esély meg is lehet, hogyha jó adatok jönnek az ausztrál dollár párokon, és itt volt egy trendvonalunk, tehát itt van a hold sávunk, és ugye ebből ki tudunk törni, akkor ezt a szakaszt is meg lehet akár itt kereskedni, és lehet, hogy megyünk tovább is, nem tudhatjuk egyelőre, de a lényeg az az, hogy ez van a legjobban lemaradva az összes CHF pár közül, tehát itt most egyelőre biztos, hogy nem kereskednék még. És akkor végezetül még gyorsan ránézünk az aranyra és a DAX-ra, hogy ezeken van esetleg bármiféle jó belépési lehetőség. Át is megyünk az aranyra, és jól látható, hogy nagyon szépen elindult felfelé az árfolyam, és közelíti az elsődleges céláramat, ami nem más, mint az utolsó legmagasabb hetes gyertyának a legmélyebb pontja. Tehát első körben ez a célár, és ugye mindig onnan megyek, hetes szinttől a hetes szintig, tehát itt indult el az árfolyamunk, itt volt az utolsó legmélyebb hetes gyertyám, majd 7-es szinttől 7-es szintig megyünk, és utána várni valahol majd egy visszatesztet, és utána mehetünk következő szintre, ami a tavalyi év legmagasabb pontja, jó esélye, tehát itt ebben még egy nagyon szép menet lehet felfelé, de mindenképp várnék egyelőre egy visszatesztet, meg kell várni, hogy hol akad el itt az árfolyam, hol tesztel majd vissza, és ugye semmi más nem csinálok, mint követem az árfolyamot, és megkerestem az utolsó legmagasabb gyertyának a legmélyebb pontját, és amíg ez a szint nem sérül lefelé, addig itt biztos, hogy nem jön short, tehát jó eséllyel mehetünk egyelőre felfelé, de itt is most egyelőre nincs jó belépési lehetőség, tehát itt is a kivárás időszaka van. Itt vagyunk a DAX 7-es csártyán, és jól látható, hogy az árfolyam egy ilyen pihenő szakaszban van. Sokáig itt ez volt, ez a gyertya, a 7-es gyertya volt a legmagasabb, és ennek a szintjéről többször visszarántották az árfolyamot a szint fölé, és a múlt héten kialakított egy újabb, magasabb 7-es gyertyát. Ilyenkor annyit szoktam csinálni, hogy egyszerűen fogom ezt a vonalat, és követem az utolsó legmagasabb gyertyának a legmélyebb pontját behúzzuk, megnézzük, hogy itt mi várható. Amíg ezek a szintek lefelé nem sérülnek, addig itt shortban nem gondolkoznék, meglátjuk, hogy újra el tud-e indulni felfelé az árfolyam, ilyenkor érdemes esetleg lemenni a napos chartra, és megnézni, hogy ott milyen szenáriók alakultak ki. Egyelőre egy ilyen nagyon oldalazó szakaszban vagyunk, de itt, amíg ezt a szintet az előző hónapnak a szintjét nem tudja átnézni szignifikánsan, addig itt nem beszélhetünk elindulásról, tehát mindenképp meg kell várni, hogy jöjjön itt egy momentum gyertya ennek a szintnek a környékén, és akkor mehetünk a következő Fibó szintre, ami a 161, ami körülbelül ebben a magasságban található. Mivel a DAX-on sincs egyre jó belépési lehetőség, ezért végezetül pár gondolatban összefoglalnám, hogy mire is lesz érdemes figyelni itt a következő napokban. Első devizapár, amire érdemes lesz figyelni, az NZD-USD, egy nagyon szép hetes fordulós gyertya alakított ki. Aztán az ausztrál dollár, USA dollár is érdemes lesz figyelni, hogyha a szint fölött tudunk maradni, és ezt a trendvonalat át tudja törni az árfolyam, akkor jó esélye mehetünk itt is felfelé. Aztán az USA dollár, japán jenen van egy nagyon szép szenárió. Aztán az ausztrál dollár japán jenen, ott is alakulhat forduló, itt is van még hely felfelé, és aztán a GBP CHF és az EUR CHF-ekre lesz érdemes figyelni, majd pedig az NZD CHF-re végezetül, tehát ezek azok a párok, tehát 7 olyan pár is van, amire érdemes lesz figyelni, ahol nagyon szép hetes szenáriók alakultak ki. Ezzel a képpel búcsúzom is, köszönöm szépen a figyelmet, és hamarosan találkozunk egy következő videóban, és hogyha bármi változás történik a héten, akkor az pedig update formájában a Facebook és az Instagram oldalamon fogom megosztani a fontosabb gondolatokat.